A Ferencváros is erősödött, az UEFA Kupa győztes volt utánpótlás válogatott Leonardo érkezett a tabellán 6. helyen álló FTC-hez. Ricardo Moniz csapata még a brazil támadó nélkül játszott a Liga Kupában. Bár a Fradi kezdte aktívabban a meccset, közel negyed óra után mégis majdnem a sárga-fekete pápaiak szerezték meg a vezetést, de Belicki jobbába rúgta a labdát. Ez felébresztette a hazaiakat, és ugyan Besics előbb még több mint 30 méterről a kapufát találta el, de az első félidő végén Józsi közvetlen közelről már nem hibázott. A zöldfehérek ráadásul 2 perc alatt megduplázták előnyüket, hiszen Schwab sokadik jó beadása után Jenner is betalált. A folytatásban Maric óriási helyzetben hibázott, míg a túloldalon a friss igazolás Martinus érintése után Böde már a 3. FTC gólt lőtte. Az 58. percben Maricnak csak összejött a szépítés, de a Fradi így is könnyedén 3-1-re nyert.